Szent István nagy ünnepének napjaim megérkezik. Érje minden nap dicséret, messze évezredekig. Tisztelettel köszöntöm a kedves marosvásárhelyi közönséget, aki eljött ide Marosvásárhely főterére, a színháztérre, hogy megemlékezzen és megünnepelje első nagykirályunk, Szent István nagy ünnepét, a legrégebbi magyar ünnepet, és azt követően az új kenyér ünnepén és a kenyér megszegésén is részt vegyen. Köszönjük szépen! Köszönjük! Hogy kellemes hangulatot teremtettek a mezőcsávási fúvósok, akiket Légrádi József vezet. Az ünnepi beszédek megkezdése előtt engedjék meg, hogy köszönetet mondjunk néhai Szabó L. Albert családjának, akik a koronát és a korona ékszerek másolatát a rendelkezésünkre, az ünnep rendelkezésére bocsájtották, az idén is, mint minden esztendőben. Hálával tartozunk nekik. Köszöntöm a koronaőr Visegrádi Szent György lovagrend képviselőit, dr. Makai Gergely erdélyi nagyprior és dr. Puskás Attila marosvásárhelyi prior vezetésével, valamint Huszti Orbán Sarolta a székkapitány vezetésével a jelenlevő marosszégi történelmi vitézi rendet. Kérem, hallgassák meg dr. Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnökének ünnepi beszédét. Főtisztelendő főesperes úr, nagy tisztelendő lelkész urak és hölgyek, tisztelt konzulasszony, tisztelt elnök urak és hölgyek, és főként tisztelt ünneplő marosvásárhelyi polgárok. Augusztus 20-a a magyar államalapítás ünnepe és Szent István napja. Ez a legkevesebb és gyakran a legtöbb, amit elmondunk erről az ünnepről, főként, ha úgy ér minket immár lassan 100 esztendeje, hogy általában munkanap vagy nyaralás van. Március 15 és október 23 mellett augusztus 20-a az a nemzeti ünnep, amiről nagyon sok erdélyi magyar embernek a budapesti tűzijáték jut eszébe, esetleg a koronázási jelvények, vagy azok az Istvánok, akiket még névnapjukon köszöntünk. Úgy érzem, hogy március 15 és október 23 mellett augusztus 20-a itt Erdélyben, az utóbbi években, minthogyha egy kicsit hátrébb szorult volna. Valószínű többek közt, mint említettem, azért is, mert lassan 100 éve nekünk munkanap, vagy nyaralás van, vagy éppen kánikula. A nemzeti ünnepeink sorában ez az az ünnep, ami kapcsán nekünk, a jelenlegi államhatárokon kívül élő magyaroknak talán a legnagyobb a hiányérzetünk, hiszen az államalapítás ünnepe. És ugyan hol vannak ma már a több mint 1000 évvel ezelőtt megállapított államhatárok? És ugyan mit szólna, vagy netán mit cselekedne Szent István király? Elnézést kérek, valaki közbeszólt, hogy egy 3 éves kisfiú eltűnt fehér pólóban, neve Bogdán névre hallgat. 3 éves kisfiú fehér pólóban, kék pólóban, bocsánat, Bogdán névre hallgat. Hátul integetnek, díszpáte, úgy tűnik, hogy megkerül. Megvárom, amíg megöleli az édesapját. Megtörtént.
úgyhogy akkor visszatérek az ünnepi gondolatokhoz. Tehát az államalapítás ünnepe, és ugye hova lettek a több mint 1000 évvel ezelőtt megállapított államhatárok, és mit szólna István királyunk, hogyha felébredne évezredes álmából, és itt szétnézne. Mielőtt azt gondolnák, hogy jó kis revizionista beszéddel készültem, itt most rögtön befejezem ezt a gondolatmenetet. Pontosabban nem befejezem, hanem más irányba terelem. Mert hogy igen, kedves marosvásárhelyiek, ugyan gondolta volna István király, hogy több mint 1000 évvel az államalapítást követően lesz még magyar élet a Kárpát-medencében? Remélni biztos, hogy remélte. De azt, hogy ma mi itt ezt megélhetjük, és ma itt lehetünk Marosvásárhely szívében, arra mi saját magunk is büszkékkel legyünk. Legyünk büszkék arra, hogy ma itt ünnepelhetünk Marosvásárhely szívében, és legyünk büszkék arra, hogy igen, az államalapítást követő több mint 1000 évben is laknak még magyar közösségek a Kárpát-medencében. Persze, lehet fanyalogni és lehet siránkozni az előregedés és a fogyatkozás miatt, de akkor tudunk csak ezen a helyzeten változtatni, hogyha van bennünk akarat a cselekvésre, és legfőként van bennünk bizodalom, van reménység, hogy lesz ez még jobb is, és hogy soha nem adjuk fel, soha nem adhatjuk fel. Vannak jogaink, amelyekkel élnünk kell, vannak helyzetek, amelyeket ki kell használnunk a saját közösségünk javára, és igen, vannak, mindig vannak támaszaink, akikkel szövetkezni lehet. Mi ma itt szabadon és szabad téren ünnepelhetjük a magyar államalapítás évfordulóját. Voltak idők, és ezt önök közül sokan nálamnál sokkal jobban tudják, amikor mindenre nem volt lehetőség. És talán önök közül sokan úgy állnak ma itt, hogy nem gondolták volna, hogy egy augusztus 20-át így meg lehet ünnepelni Marosvásárhelyen. Voltak olyan idők, kedves marosvásárhelyek, amikor itt a Kárpát-medencében a mainál is kevesebb magyar élt. A tatárjárás idején Rogérius váradi kanonok úgy jutott el Jászvásártól Debrecenig, hogy összesen 2 élő emberrel találkozott. Gondolta volna ő akkor, és gondolták volna őt követően sokan a történelem színpadáról, hogy mi ma itt ünnepelünk, magyar államalapítást ünnepelünk. Szombat óta áll Kolozsvár belvárosában Dávid Ferenc egyház alapító püspök egész alakos szobra. 150 évvel ezelőtt merült fel annak a gondolata, hogy felállítsák a szobrot, és ugyanennyi évet kellett várni a megvalósulásra. Gondolták volna önök, gondolták volna a múlt század 50-es, 60-as egyházellenes légkörében azt, hogy ez valaha megvalósulhat. A hasonló csodák és az egykor hihetetlennek tűnő fordulatok minduntalan üzennek. Van remény, van lehetőség, nem kell feladni, nem kell hátradőlni sem, csak haladni kell előre, következetesen, kitartóan. Tisztelt marosvásárhelyiek, kedves ünneplő közösség! Nekünk győzelemből vajmi kevés jutott az elmúlt 100 évben. Éppen ezért szükségünk van arra, hogy az évszázadokon át tartó megmaradásunkat ma győzelemként, megtartó erőként lássuk. Aki ma így tekint a nemzeti ünnepre, és azt olvassa ki belőle, ami minket erősít, és ami megtart, és a hétköznapokban, a közösségünk szolgálatában a fejlődést munkálja, hiszem, hogy ő is úgy gondolja, hogy csak így érdemes. És valóban csak így érdemes. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. És most felkérem Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa részéről dr. Frender Gyöngyi konzult, hogy tartsa meg beszédét.
honfitársaim! Igen kevés szentről tudunk, aki egyben országalapító is volt, ami István királyunk nagyságát mutatja. Ugyanakkor két, ennél messzebbre vezető kérdésre is választ kell keresnünk. Vajon milyen országot kívánt ő alapítani, és hová tartozzon ez az ország? Az első kérdésre fiához intézett intelmeiből kapunk feleletet. Olyan országot akart ő, amelynek eljövendő uralkodói és népei a keresztény értékek szellemében kormányoznak, élnek, cselekszenek. István királyunk bölcsessége ugyanakkor azt is mondotta, egy rokontalan, ezért természetes szövetségesek nélküli nép csupán jó akarattal viszonyulhat szomszédjaihoz. Ám ez nem gyengeséget vagy megalkuvást jelent. Úgy gondolom, hogy a magyar állam több mint 1000 éves története ezt fényesen igazolja. A második kérdésre is ismerjük a választ. István királyunk legnagyobb döntése az volt, hogy országa, népe a nyugati kereszténységhez, Európához tartozzon. Ne gondoljuk azt, hogy ez magától értetődő volt. A Kárpát-medencei magyarság a kor két nagyhatalma, a Rómához tartozó német-római császárság és a görög-keleti rítust követő bizánci császárság ütköző területén feküdt. István döntése tehát rendkívüli jelentőséggel bírt, hiszen ezáltal egyszer s mindenkorra, tehát mindmáig Európa nyugati feléhez, értékrendjéhez tartozunk. 10 évszázad után hajtsuk meg a fejünket előtte. Tisztelt honfitársak! Ma, amikor az államalapítás 1019. évét ünnepeljük, tudnunk kell, hogy egy ismert történelmünk talán legmeghatározóbb döntése volt. Ugyanakkor nem szabad elfeledni, hogy államalapító királyunk döntésének előzménye volt, és pedig apjának, Géza fejedelemnek, amint egy 30 évvel korábbi elhatározása, amikor felnőtt emberként felvette a katolikus hitet, és szerzeteseket hívott a magyarok közé az új hitet terjeszteni. István királyunk pedig ezt a gondolatot, mintegy kiterjesztette az egész Kárpát-medencei magyarságra, ezáltal mindmáig meghatározva, kijelölve sorsunk alakulását, hovatartozásunkat. Tisztelt honfitársak, jól tudjuk, hogy Szent István királyunk elköteleződése a nyugati kereszténység mellett nem csak nehéz döntés lehetett, de sokak számára fájdalommal és nehézségekkel is járt. Mégis, bármennyire is könnyűnek tűnik ezt utólag kimondani, döntésének bölcsességét mindmáig igazolja az idő, vagyis a mi jelenlétünk. Ma már elképzelni sem tudnánk, hogy ne a nyugati keresztény értékrendhez, kultúrához tartozzunk. Hogy ezeknek az értékeknek az elfogadása mennyire sikeres volt, az is mutatja, hogy mindjárt keresztény első századában 3 szentet is adtunk Európának, az államalapító István után fia Imre, majd pedig László királyunk érdemelte ki ezt az elismerést, ami talán példátlan a maga nemében. Arról, hogy mennyire komoly, tehát nem csupán politikai elköteleződés volt ez a keresztény az európai értékek iránt, korabeli szavak is tanúskodnak. Szent István művének megszilárdítója, Szent László királyunk az első fennmaradt magyar levélben ezt a vallomást teszi, amikor szerzeteseket kér az egyik külföldi püspöktől. Bűnös vagyok, mert a földi méltóság teendőit nem lehet előmozdítani súlyos vétket nélkül. Ez a csodálatos vallomás, mondhatnánk gyónás, azt üzenheti nekünk, késői utódoknak, hogy az uralkodás bármennyire is igazságosságon, az erényen alapul, hiába tartozik Isten és a nép előtti felelősséggel, természetéből fakadóan gyarló is. Mert a szent sem bűntelen, csupán nem gyarlóságaihoz ragaszkodik. Igen,
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az előbb említett nyugati kereszténység értékei sok mindent jelentenek. Legfőképpen jelentik azt, hogy a hatalom gyakorlásában, mint ahogyan a mindennapi életvezetésben, a munkában, a társadalmi érintkezésben vannak olyan egyetemes erkölcsi elvek, amelyeket nem lehet áthágni, amelyekért felelősséggel tartozik az ember. Van a gondolkodásnak, a tetteknek erkölcsi tisztessége, amelyet nem szabad feláldozni a pillanatnyi siker vagy előny érdekében. És ez bizony homlokegyenest ellenkezik a bizánci felfogással. Ez a szellemiség az, ami államalapító Szent István királyunk óta természetessé vált számunkra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Miközben a honfoglalás előtt itt, a Kárpát-medencében nagy birodalmak lettek semmivé, a magyarságnál jóval számosabb népek tűntek el nyomtalanul, mi, Szent István királyunk bölcs döntése nyomán több mint 1000 éves sikertörténetet mondhatunk magunkénak. Olyan sikertörténet, amiben ott vannak a túlélt mohácsok, az egyenes gerincszer átvészelt megpróbáltatások, és a végzetesnek tűnő sorshelyzetekből való újjászületések. Mindez részben azért történhetett így, mert államalapítás óta az előbb említett elvekhez igyekeztünk tartani magunkat. Másrészt pedig azért, mert termékeny kölcsönhatás volt és van a magyarok és a többi hasonló értékrendet, elveket követő, képviselő európai népek között, amire méltán lehetünk büszkék. Nem csak mi hasonultunk hozzájuk, vettük át a követendő értékeket, hanem fordítva is igaz. Önkéntesen vérrel és verítékkel járultunk hozzá az összeurópai sikerhez, legyen szó akár az anyagi, akár szellemi értékekről. Nem csak mi lettünk gazdagabbak, hanem általunk is gazdagabb lett Európa. Tisztelt honfitársak! Ma minden magyar érzelmű ember a Kárpát-medencében és szerte a világon államalapító Szent István királyunk művének részese. Jól tudjuk azonban azt is, hogy míg az államalapítást talán köthetjük egyetlen rendkívüli történelmi eseményhez, a belőle fakadó, kiterebélyesedő mű az ország. A haza építése minden nemzedék a saját hozzájárulását is jelenti, tehát soha nem zárulhat le. Bármennyire is a magunk szerény módján tegyük, de István királyunk országát építjük ma is, és az eljövendő nemzedékek is. Amikor az általa elfogadott értékek és elvek szerint gondolkodunk, élünk és tesszük dolgunkat. Annál is inkább, mert ezáltal nem csak ezt a láthatót, hanem a láthatatlan égi országot, hazát is építjük. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönjük szépen dr. Flender Gyöngyi konzulnak a beszédet, és engedjék meg, hogy egy rövid, középkori himnusszal vezessem be a elkövetkezendő művészi műsort. A középkorban szerzetesek, valószínű, hogy magyar szerzetesek, mert ősi felező 8-asban írták a verseket, latinul nagyon szép himnuszokat szereztek. Ezt, amit most itt elmondok, hajdani marosvásárhelyi költő Tóth István fordította magyarra. Szívvel, szóval, tiszta ésszel, áld dicséret szent tüzével, tőle hult a bálvány széllyel, örvendez Pannónia. Géza fia volt a gyermek, itt Istvánnak kereszteltek, és ezt vehetjük égi jelnek, mert ez koszorút jelent. Hitte apja és csodálta, nagy volt anyja boldogsága, hogy megszülte, s nőni látta, mint a cédrust odafent. Mert a gyermek felserdülve, nőttön nőtt meg szép erkölcse,
a rút bálványt összetörte, s Krisztus oldalára állt. Hát dicsérd őt méltóképpen, részesítsd nagy ünneplésben, részesülj nagy örömében, zengve boldog éneket. És hogy részesüljünk ebben a nagy örömben, a színpadra szólítom Boros Emese énekművészt és Fülöp Csongort, aki orgonán fog játszani. Két megzenésített verset adnak elő. Az első Dzsida Jenő Templomablak című verse, amelyet Péntek Attila zenésített meg, de most egy átdolgozásban fogjuk hallani. A következő vers Gyökösi Endre verse, Árnyék mögött fény ragyog a címe, és Fülöp Csongor zenésítette meg, és ez a második dal, ősbemutató, itt hangzik el először. Fogadják szeretettel! Kérdezte Csongor, mielőtt feljöttünk a színpadra, hogy fogok-e valamit mondani, és mondtam, hogy nem tudom, valószínű nem. De úgy néz ki, hogy itt egy kis gond akadt, úgyhogy kihasználom az alkalmat. Nagyon örülök, hogy együtt ünnepelhetünk ezen a szép napon. Köszönöm nektek, hogy nektek még ez fontos, hogy itt legyetek. És két dalt készítettünk nektek. Az első dal a Templomablak. Arról szól, hogy aki csak kívülről nézi a templomablakot, az valószínű, hogy sötétségben jár. De aki bentről tekinti meg ezt az ablakot, annak más látása lesz. Az lehet, hogy erre a világra, ami eléggé szürke, sőt fekete felé megy, lehet, hogy másképp fog ránézni, lehet fogja látni benne a fényt, lehet, hogy az emberekben meglátja majd a jót, annak ellenére, hogy egyre inkább a rossz fele haladunk. És kívánom, hogy ezt mindenki megtapasztalja, hogy a csodát lássuk a templomablakon keresztül. Isten, áld meg a magyart,
Jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Balsós, akit régen tét, hozd reál végesztendőt, megbűnhődte már a nép, a múltat és jövendőt. Mögött fény ragyog, nagyobb mögött,
csak Isten látott. Csendben és némán, csendben és némán, árnyék mögött fél ragyog. És azok vagytok ti is, amire néztek. A Csillagfény Néptánc Együttes Kis Csillag csoportja következik. Vajda Szentiványi táncokat mutatnak be. Oktató koreográfusuk Lengyel Ildikó és Duka Szabolcs. Thank you.
Tehát a Csillagfény együttes kis csillagai, mi mások is lehettek volna. Mielőtt Szabó elődött a Titán együttes frontemberét felvezetném, aki két dalt fog énekelni, én is szeretnék valamit mondani. Szabó előtt Koltai Gábor zenéjére Vas Albert záróvers című dalát fogja elénekelni, majd a Honfoglalás című filmből a Kell még egy szót. Amikor a művészi műsort összeállítottuk, arra gondoltunk, hogy a legjobb az lenne, hogyha maga Szent István szólalna meg, hiszen az intelmei máig érvényesek és megszívlelendők. Erre az alkalomra a 10. részt választottam, a kegyességről, az irgalmasságról, valamint a többi erényről szólót. Ha a király szót, hiszen fiának, Imre hercegnek adja intelemként ezeket a tanácsokat, és a leendő királyhoz szól, de ha ezt a szót, hogy király, a gondolatainkban behelyettesítjük az édesanyával, a családfővel, a tanárral, a vezetővel, máig érvényes útmutatást kapunk. A királyi korona értékét az erények mértéke szabja meg. A király legyen jóságos, irgalmas, de a többi erény is hassa át és ékesítse. Mert ha a királyt embertelenség és kegyetlenség csúfítja el, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell neveznünk. Ezért, szeretett fiam, szívem édessége, jövendő utódaim reménye, kérlek, sőt megparancsolom, hogy mindenütt és mindenek a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, vagy a gazdagokhoz, a szomszédaidhoz és országod lakosaihoz légy jóságos, hanem az idegenekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el téged a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas mindenkihez, aki erőszakot szenved. Őrizz szívedben mindig az isteni intést. Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Légy türelmes mindenekhez. Nem csak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz is, akik hiány vannak a hatalomnak. Azután meg légy lélekben erős, hogy jó sorsod túlzottan elbizakodottá ne tegyen, a bal szerencse pedig ne sújtson porba. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntes vagy kárhoztas. Légy szelíd, hogy soha ne szegülj szembe az igazsággal. Légy becsületes, hogy senkinek se kelts szándékosan rossz hírét. Légy szemérmes, hogy a kévágy minden undokságát úgy került, mint a halál fullánkját. Mindez együttesen alkotta a királyi koronát, s ezek nélkül sem itt nem uralkodhat senki, és az örök királyságba se juthat.
Ámen. Jó estét kívánok mindenkinek, nagy szeretettel köszöntünk minden magyarok ünnepén. Köszönjük, és köszönöm szépen a meghívást a szervezőknek, hogy itt lehetünk ma este. Szeretném, hogyha közösen, itt, ezen a gyönyörű téren, itt Marosvásárhelyen együtt énekelnénk a következő dalt.
Az úton majd néha gondolj rám, ez a föld a tiéd, ha elmész vissza. Köszönöm ezt a szép pillanatot, hanem önöknek is. Nagyon jó volt itt állni és hallani, és látni azt, hogy most tele van a tér. Gratulálok Marosvásárhelyiek, hogy ennyien eljöttek. Köszönjük szépen! Ha ilyen sokan jönnek el, és ilyen lelkesen tapsolnak, és velünk énekelnek, akkor minden fáradtságot megér a mi munkánk.
Önök teszik szépé, igazán méltóvá ezt az ünnepet. És akkor most hallgassuk meg azt a szép hangú népdalénekest, aki homorodalmásról érkezett hozzánk. Két népdalt ad elő Sorbán Enikő. Yeah.
Csillagfény Néptánc Együttes következik, mégpedig a Nagy Csillagok, és most nyárádmenti rendet fognak előadni Lengyel Ildikó és Duka Szabolcs, a koreográfusuk és vezetőjük. Thank you.
szabad elfelejtenünk, hogy most új kenyeret is ünnepelünk. Az új kenyér megszegését, megáldását megszegését. Köszönetet mondunk az Eldi Pékségnek, Kabai Elek Csaba marketing igazgatónak és Kabai János üzemvezetőnek az óriás kenyerekért. Felkérem a történelmi egyházaink vezetőit, képviselőit, hogy fáradjanak a színpadra és áldják meg a kenyeret. Olá Dénes katolikus főesperes, Berek Méri Melinda, a Marosi Református Egyházmegye esperes helyettese főjegyzője, Pap Noémi evangélikus lelkész és Nagy László unitárius lelkész végzi az áldási szolgálatot. Szeretett testvéreim, hálaadással a szívünkben hallgassuk meg Istennek igéjét a 67. Zsoltárból. Legyen kegyelmes hozzánk az Isten. Áldjon meg bennünket, és fordítsa ránk orcáját. Ismertesd meg utadat a földön, szabadításodat minden népnek. Magasztaljanak minden népek, ó Isten, magasztaljanak téged. Meghozta termését a föld, megáld bennünket az Istenünk, megáld bennünket. Féljék őt minden népek. Amen. Istentől áldott legyen a mindennapi kenyér az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében. Áldott legyen az az ember, aki hálaadással veszi a gondviselő Istentől mindennapi kenyerét. Áldott legyen az a nemzet, amelyik Isten igéjére és a Szent Istváni örökségre építi jövendőjét. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Kérünk, Atyánk, áld meg a kenyeret. A szántóvető, arató ember kezének gyümölcsét. Áld meg a te népedet, a mi nemzetünket. Jókedvvel, bőséggel, és adj számunkra mindannyiunknak, és egy szebb és igazabb jövendőt. Amen. Most pedig egy atyának gyermekeiként imádkozzunk úgy, ahogy minket a mi Urunk Jézus Krisztus tanított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Van, aki az étket elveti, van, aki enne, de nincs neki. A mi éhünk az Úr elveszi, adjunk ezért hálát neki. És a mindenható Istennek, Atyának, Fiúnak, Szentléleknek áldása szálljon rá ezekre a kenyerekre, és szálljon rátok, testvérek. Amen. Amen.
Kedves közönség, kenyér van bőven. Mutassuk meg, hogy méltón tudunk ünnepelni. Egész nyugodtan várjanak sorukra. Van kenyér bőven, és olyan jól esik, hogy ezt kimondhatom. Biztos van olyan sok ember, aki éhezik, de nekünk jut egy falat kenyér ma este is. És most felkérem a fúvós zenekart, hogy fáradjon a színpadra, a segítségükkel elénekeljük a himnuszainkat. Thank you.